Oda Nobunaga élete legfontosabb csatájára készült, és szinte borítékolni lehetett a vereséget. Ellenfele Takeda Katsuyori, Japán egyik legrettegettebb hadurának, Kai Tigrisének is nevezett Shingen Katsuyorinak a leszármazottja, egy olyan haderőt hagyott rá, amely párját ritkította, és évek óta nem talált legyőzőre. Ezzel szemben Nobunaga haderejében olyan asigaruk, gyalogos katonák voltak, akik jari lándzsákkal voltak felszerelve meg íjjal, és ezzel különösebben nem tudtak ártani a páncélozott szamurájoknak, akik ráadásul lovon támadtak. Létezett akkoriban egy arkebusz nevezetű elöltöltős fegyver, ezzel viszont az volt a baj, hogy viszonylag kicsi volt a hadszintér, és maximum egyszer lehetett újra tölteni. Ez átható volt a páncélon, de nem volt idő arra, hogy többször elsüssék. Nobunaga dilemmája az volt, hogy nagyon rövid idő alatt hogyan tudja felkészíteni erre a döntő csatára a seregét. 3000 arkebuszt vásárolt később, és a legjobb embereit kiválogatva felkészítette őket arra, hogy miután elsütötték a fegyverüket, hátra léptek, és a második, majd a harmadik sor ember előre lépve tüzeltek, közben pedig újra tudtak tölteni, akik hátul voltak. És képzeljük el 1575. június 28-ának reggelét, amikor a ködös, kb. 400 méterre lévő fasornál 5000 ilyen lovas szamuráj felsorakozik velünk szemben. Abban a biztos tudatban, hogy ma ismét győzedelmeskedni fognak. Egy rikkantás hallatszik, és a parancsnok parancsára először galopban, majd egyre gyorsabban elkezdenek az ellenség felé felzárkózni, azonban egy kicsit lelassul a roham, mert olyan erődítési munkálatokat végeztek Oda Nobunaga emberei, még becsatornázzák ezeket a katonákat. De megállítani nem állítja meg őket, és ekkor adja ki Nobunaga a parancsot. És újra. Mintha fűnyíróval kaszálták volna el őket. Japán legjobban képzett elit hadereje, mert vannak a 70-80% a perceken belül holtan, vagy halálos sérüléssel fekszik a hadszintéren. Ez a történet, ez két szempontból is érdekes. Egyrészt stratégiailag, hiszen a Katsuyori klán soha nem heverte ki ezt a vereséget. Nobunaga viszont annyira megerősödött, hogy megalakítja pár évre rá a shogunátust Japánban, és ő lesz az első shogun, ezáltal megváltoztatja a szigetország történelmét. Másik szempontból viszont, hogyha az innováció szemszögén keresztül tekintek a történetre, akkor két nagyon fontos elemet figyelhetünk meg benne. Az egyik a kreativitás, a másik pedig a csúcs teljesítmény. Kreativitásra volt szükség azért, mert már egy meglévő eszközt újszerű módon alkalmazva gyakorlatilag képes volt megfordítani a csatana menetét Nobunaga. És csúcs teljesítményre pedig azért volt szükség, mivel hosszú ideig, 7 nappal látéve kellett kiképezni a katonáit annak érdekében, hogy egy újszerű módszertannal ezt alkalmazni is tudják, ezt az új technológiát. Azóta eltelt egy kis idő, és azt hiszem, hogy a különleges műveleti katonák állnak a legközelebb a régi szamuráj eszmékhez, és ahhoz az elit katonai tudáshoz, amiről beszélek. És éppen ezért összegyűjtöttem egy csokorra valót, hogy hogyan is lehet szert tenni egyéni csúcs teljesítményre és a csapat csúcs teljesítményre. Először a környezettel kezdeném, és a környezet tekintetében annyit szeretnék elmondani, hogy a komplex, a bizonytalan és a kiszámíthatatlan, illetve a több értelmű, hogy ez a dinamikus környezettől nem kell félnünk. Nagyon sokan arra törekszünk, hogy erősítsük a biztonságot. De ugye a későbbiekben látni fogjuk, el kell fogadnunk egyszerűen, hogy ez az új realitás. Ebben a környezetben élünk, ezzel kell megbirkózni, viszont ez egyben jó táptalaja is lehet az egyéni csúcs teljesítménynek. Az egyéni csúcs teljesítmény kezdetén, hogyha egy különleges műveleti katonára gondolunk, ugye megpróbáljuk kiválogatni a legjobb embereket. Kik lehetnek mégis azok, akik megfelelnek a kiválasztáson. Hogyha belegondolunk, akkor az első tanács, amit megosztanék, az az, hogy a célgömbre fókuszálj. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lenni arra, hogy látjuk a végcélt magunk előtt, de felosztjuk azt az utat, ami ehhez a végcélhoz vezet, apró pici lépésekre. A különleges műveti kiválasztáson is azok felelnek meg a legjobban, akik képesek mindig csak a következő lépésig pontosan tudni, hogy mit akarnak csinálni. De annak ellenére tudják, hogy miért csinálják ezt, miért vannak ezen az úton. A következő a felelősségvállalás, és itt ugye kit is keresünk? Kik lehetnek azok az emberek, akik egy elit haderőben megfelelhetnek? És itt
én arra gondolok, hogy keresnünk kell azokat az embereket, akik eltérnek az átlagostól, keressük a deviánsokat. És a deviáns alatt én elsősorban a pozitív deviánsokra gondolok, azokra az emberekre, akik tudják, hogy hol van a jobb és a bal oldali sávhatár, viszont ezen a sávhatáron belül képesek proaktív módon, kitöltve ezt a döntéshozatali teret, mozogni előre, önállóan döntéseket hozni, és felelősségvállalással, extrém felelősségvállalással cselekedni, kilátástalannak tűnő helyzetekben is. Tanulás. Rengeteg tanulásra van szükségünk, ezt ugye halljuk nagyon sokszor manapság, és szintén egy különleges műveleti alakulatnál nagyon hosszú út vezet odáig, hogy valakiból tényleg egy elit katona legyen, aki aztán bevethetővé válik a hadszíntéren. Például a haditengerészet az amerikai híres és hírhet Navy SEAL haditengerészeti alakulatnál, mire eljut valaki odáig, hogy bevethetővé válik, majdnem 1 milliárd forintot költenek rá. Kikre is költik ezt, és hogyan oktatják ezeket az embereket. Legyen szó arról, hogy például a jajdót alkalmazva mondjuk a kardrántást gyakorolja egy szamuráj, vagy mondjuk egy modern katona a hadszíntéren megtanulja azt, hogy hogyan vegye elő a másodperc tört része alatt a fegyverét, és tegye azt tűzkészé. Nagyon sokszor kell gyakorolnunk. Viszont, hogyha ugyanazt a dolgot rosszul gyakoroljuk be, akkor az rosszul fog rögzülni. Éppen ezért a tudatos gyakorlásra kell törekedni, amikor tanulni akarunk, és egyéni tanulásra törekszünk. És itt tudnunk kell, hogy mi a cél, és fókuszálni a tevékenységet. Nem vagyunk képesek sokáig odafigyelni arra, amit csinálunk. Ez körülbelül olyan 90 perc a legtöbb embernél, ami képes tényleg odafigyelni és fókuszálni az adott tevékenységre. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy folyamatos minőségi visszajelzésre van szükség. És ezen minőségi visszajelzések kapcsán olyan mentális reprezentációkat építhetünk ki magunkban, ezek azok az agyi kapcsolatok, amik a gyakorlás folyamán kiépülnek, amik egy viszonylag kiszámíthatatlan és több értelmű helyzetben is segítségünkre lehetnek abban, hogy feldolgozzuk az információt, és megfelelő, optimális döntést tudjunk hozni. Ez azonban önmagában nem elég, hiszen sokszor eljutunk egy jó szintre, és ez elégedettséget okoz. Ahhoz, hogy igazán kiválóak legyünk valamiben, és csúcs teljesítményt érjünk el, érdemes megfontolnunk azt, hogy amikor váratlan kihívásokkal szembesülünk, nem növünk fel a feladathoz, hanem visszasüllyedünk a kiképzettségi szintünkre. Ezt azért elmondanám még egyszer, nem növünk fel a feladathoz, hanem visszasüllyedünk, amikor megmérettetünk a kiképzettségi szintünkre. És ezért nagyon fontos a gyakorlás, ezért fontos az, hogy biztonsággal tudjuk azt, amit csinálunk, és ezért fontos az, hogy azon a hosszú úton, ami néha évekig tart, megpróbáljunk valami új szemléletmódot kitalálni. És ez a szemléletmód, én mikor a Pentagonban dolgoztam, az energiamenedzsment volt. Az energiamenedzsment arról szól, hogy megpróbáljuk az energiánkat beosztani, és nem pedig az időnket próbáljuk menedzselni a nap folyamán, az ugyanis véges. Ha viszont olyan tevékenységeket iktatunk be a nap folyamán, ami feltölt minket, akkor képesek vagyunk azokra a tevékenységekre, amik igazán fontosak számunkra, és ahol a legjobban kell teljesítenünk, a legjobban teljesíteni azokban a pillanatokban. Éppen ezért az úgynevezett VUCA környezetben én úgy gondolom, hogy a célkitűzések, a felelősségvállalás, a tanulás elérhet odáig, hogy igazi csúcs teljesítményt hozzunk ki magunkból. Azonban azt is látni kell, hogy csapatszinten ez nem mindig arról szól, hogy a legjobbak hozzák az eredményt, hiszen egy csapatban az emberek teljesítményének összessége adja meg a végcélhoz szükséges összteljesítményt. Éppen ezért a csapatnál azt hiszem, hogy az első és a legfontosabb, amiről beszélnünk kell, az a bizalom. És a bizalomnak nagyon-nagyon sok összetevője van. Katonaként én pontosan tudom, hogy ez a legelső dolog, amit meg kell alapoznunk, és nagyon sok összetevője van. Ezek közül az összetevők közül azonban ma csak egyel szeretnék foglalkozni, ami azok közül, amiket kivetítettem, azt hiszem, hogy a legfontosabb, ez pedig a kommunikáció. Ha visszagondolunk arra, amit mondtam, hogy tiszta, világos célkitűzésekkel rendelkezünk, és ezeket a célkitűzéseket a szervezetünk számára is meg tudjuk fogalmazni, akkor ezt kommunikálnunk kell mások számára is. És sokkal többször kell kommunikálnunk, mint amennyire gondolnánk. Sokkal, de sokkal többször, egyesek szerint 10-szer annyiszer, mint gondolnánk, hogy szükséges. Ez pedig olyan bizalmat alakíthat ki az emberekben, tudni fogják, hogy merre tartunk,
ami megalapozhatja a csapatban a kapcsolatokat. Ha innen tovább szeretnénk lépni, akkor szükség van felhatalmazásra is. A felhatalmazás alatt pedig azt értem, hogy másokat is buzdítani kell a felelősségvállalásra. Beszéltem ugye a döntéshozatali térről, ezt a stratégiát alkalmazta egyébként egy McChrystal nevezetű tábornok is 2003 és 2006 között Irakban, és a szervezeten belül 2 év leforgása alatt 17-szeres teljesítménynövekedést ért el. Az 1700%-os teljesítménynövekedés azzal, hogy folyamatosan kommunikálta a szándékot a szinkronizációs időszakokban, és engedte a saját embereit beszélni ezeken a videókonferenciákon, amiket tartott, és a köztes időszakokban viszont felhatalmazta őket. Gyakorlatilag azt csináltak a megadott sávhatárokon belül természetesen, amit akartak, hiszen bízott bennük. És azt mondta, hogy ez nagyon nehéz. Egy vezetőnek talán a legnehezebb feladata az, hogy annyira megbízzon az embereiben, hogy hagyja őket, hogy szabadon, úgymond garázdálkodjanak jó értelemben véve. Majd utána visszajönnek, és újból szinkronizálni fognak. És ebben a szinkronizációs időszakban kihasználhatja újból, hogy kommunikálja a szándékot, a saját vezetői szándékát. Egy komoly problémával szembesült 1986-ban az amerikai haderő. Ez pedig az volt, hogy bár jobban felszerelt repülőgépekkel volt ellátva, mint a szemben álló fél, mégis a légi küzdelemben 1:1 volt az arány, ami figyelembe véve a technológiai fölényt nem volt annyira szívderítő. Ekkor alakították meg a Top Gun programot, ami azóta is fut, és egy sikeres program, és nem sokára ugye 30 év múlva újra láthatjuk Tom Cruise-t a következő filmben. Viszont ez a csapásmérő taktikai program rendkívül sok tapasztalatot hozott, és a szervezeti tanulás szempontjából érdemes megvizsgálni, hogy mit is csináltak ezek a pilóták. Első naptól kezdve, amikor oda mentek, a gyakorlatba átültetve szinte azonnal beültették őket a gépbe, és a haditengerészet legjobb pilótáival kellett légiharcot vívniuk. Természetesen az úgynevezett vörös erő, ezek a kiképző pilóták eleinte fényesen győzedelmeskedtek, viszont minden egyes leszállást követően az volt az első dolog, hogy bementek egy szobába, és egy úgynevezett küldetést követő kiértékelést hajtottak végre. Ennek során nagyon őszintén elmondták, hogy milyen hibákat vétettek, ami nem volt probléma, az volt a lényeg, hogy szembesüljenek ezekkel a hibákkal, viszont tanuljanak belőlük. Majd pihentek egy kicsit, és újra ott voltak. Azt követően, hogy elvégezték ezt a kiképzést, ami ugye meritokrácián alapult, tehát tényleg a legjobb végzett a csúcson, visszamentek az alakulatokhoz, ahol pedig kiképző pilótává váltak. És átadták azt a tudást, amit ezen idő alatt megszereztek. A legfontosabb azonban mégis az, hogy viszonylag kontrollált körülmények között biztosították számukra a hibázás lehetőségét. Nagyon ritka a haláleset a Top Gun programon, előfordult már, de nagyon-nagyon ritka. Viszont 15-szöröse lett hamarosan a teljesítmény a pilótáknál. Azzal, hogy apró pici változtatásokat végeztek el a kiképzési programban. Hogyan lehet tehát akkor a szuper csapatot megalkotni? Erre van egy rendkívül híres cég, aki ugye mindent mér, a Google, és pontosan ők mondták azt, hogy nem az a lényeg, hogy kik vannak a csapatban, hanem az a lényeg, hogy hogyan rakjuk össze a csapatot, és hogyan viselkednek ezek a csapattagok. És ők elvégeztek egy felmérést, amiből 5 pontot emeltek ki a végén, hogy a szuper csapat, az igazán jól és a legjobban teljesítő csapatok ezeknek a kritériumoknak felelnek meg. És az első 4-en már foglalkoztam, és beszéltem róla, az 5-et viszont szeretném ismételten kihangsúlyozni, hiszen beszéltem már a bizalom fontosságáról, amikor a csapattal kezdtem, és ezzel szeretném zárni. Tehát, hogyha létezik Maslow-i piramis a csapat csúcs teljesítmény szempontjából, akkor annak a legalján a pszichológiai biztonság kell, hogy legyen. A pszichológiai biztonság pedig pontosan arról szól, amit már elmondtam. A véleményformálás szabadsága. Az, amikor mondjuk egy különleges műveleti csoport bejön a küldetésből, és az első az az, hogy visszamennek az eligazító helységbe, leveszi mindenki a rendfokozatot, mindenki egyenlő, és nagyon őszintén végigbeszélik lépésről lépésre, onnantól kezdve, hogy elhagyták a bázist, odáig, hogy visszatértek, azt, hogy mi történt. Annak érdekében, hogy tanuljanak belőle, hogy ezeket a hibákat legközelebb ne kövessék el.
hogyha össze akarom foglalni az egészet egyetlen csomagban, és egyetlen üzenetet szeretnék ma este átadni, és remélem, hogy erre emlékezni fog mindenki, akkor úgy gondolom, hogy stratégiai szemléletmódváltásra van szükség. Azért van szükség stratégiai szemléletmódváltásra, mert a digitális transformációban néha elfeledkezünk arról, hogy nem elsősorban a technológiáról, hanem az emberi tényezőről van szó. Hiszen minden, amiről beszéltem ma este, az az embereken, a vezetőkön, a döntéshozatalon múlik. És az igazi stratégia, ami sikeres változást hozhat egy szervezet életében, és biztosíthatja a csúcs teljesítményt, az szintén az embereken múlik. Ha a saját célkitűzéseinkkel tisztában vagyunk, és ezt megosztjuk, kommunikáljuk másokkal, bizalmat ébresztünk. Ha felelősségvállalással rendelkezünk saját magunk és az embereik iránt, akkor biztosítani fogjuk nekik is a döntéshozatali teret. Hogyha saját magunk folyamatosan fejlesztjük magunkat, akkor képesek vagyunk akár egy szervezeten belül is, vagy akár a csapaton belül felépíteni olyan módszereket, amivel átadhatjuk ezt a tudást másoknak is. És elérhetjük a csúcs teljesítményt. Gondolhatnák, hogy csúcs teljesítményről beszélek most már nagyon régóta, mi van a kreativitással, hiszen a kreativitás volt a második dolog. Hogyha azokat az összetevőket, amikről eddig beszéltem, vesszük, és még egy összetevőt hozzáadunk, ami pedig a tempó, illetve a sebesség, és nagyon odafigyelünk arra, hogy milyen mértékben, és pontosan mikor adagoljuk ezeket, hiszen pihenésre és regenerálódásra is szüksége van egy szupercsapatnak, akkor egy olyan tudatállapotot idézhetünk elő, ami egészen elképesztő. Ebben az akció tudatállapotban lezár gyakorlatilag a frontális lebeny, és nincs halálfélelmünk. Teljesen másképp dolgozzuk fel az információt. Sokkal több információt vagyunk képesek befogadni, és optimális döntéseket hozni, és kicsit úgy érezhetjük, mintha az idő lelassulna. Ebben a tudatállapotban a teljesítményünk egy McKinsey tanulmány alapján meg ötszöröződik. Vállalati vezetőkkel végezték ezt a kísérletet. A tanulási képesség, amit katonáknál mértünk, például mesterlövészeknél, 240 vagy 600%-kal is megnevelhető. És ami talán a legérdekesebb, hogy a kreativitás az 400-700%-kal növekszik ebben a speciális tudatállapotban. Ez a tudatállapot, amit én extázisnak nevezek, ez fejleszthető, tanulható, csapatban is működik, és azt hiszem, hogy az üzleti életben is kiválóan alkalmazható. Köszönöm szépen!